Tettem vissza, de nem jutottam el odáig, hogy elkezdjem. Átértem a határt, aztán meghult az első mob. Az jó. Az faszán hangzik, egy 76-os szinti mob. Az derék. Vissza kell venni a world levelt. Le kell venni a world levelt. Kíváncsi, hogy mennyire fog tetszeni, és Sumerut untam kicsit már. Sumeru az lehet, hogy kicsit izé kevésbé lesz annyira érdekes. De egyébként nem tűnt rossznak, én a Sumeruban azért valamilyen szinten ott járkálgattam, nem sok mindent csináltam ott, de hogy nem volt rossz az a dzsungel téma, meg aztán az a sivatagos tudsz, csak úgy vagy mégsem tudott annyira lekötni. A Inazuma, meg a Liyue, meg a Monsert valahogy jobban lekötöttek, meg úgy jobban megmozgatja a fantáziámat valahogy jobban megmozhatja a fantáziámat kicsit az a Fountain terület, mert ez a vízi város az nekem nagyon jól hangzik. Nem is nagyon láttam belőle egyébként részletekessel, sem tudom, hogy néz ki. Meg ez az újfajta terület, ez a Natlan, vagy mi a Katlan, vagy mi a faszom, az is jobban érdekelne engem. De most igazából nem kezdtem bele a Jiren sztoriba gyakorlatilag szinte semennyire. Semmilyen fájtát nem tudtam megcsinálni belőle, úgyhogy szerintem hagyjuk is a gecibe, és megyünk a Future Trunks-ra. Elengedtem, viszont még mielőtt még mondanám valaki, elengedtem a what if-eket. Most csak a sztorit űzzük neki. De itt, ahogy láttam a Future Trunks, itt már innen kezdődik a Supertől. Azt hittem legalább akkor a szelszagát, vagy hogy bár igazából, bár talán mélyen örülök is neki, hogy nem nincs benne a szelszaga, mert már kicsit untam már a szelszagát, hogy már összes karakterben ott van a szelszagás rész, és már kicsit már untam már az és történeteket, kicsit már kezdtem unni. Úgyhogy ja, ez inkább legyen a szuperbeli történet, inkább az, hogy a... Kell help, szólj. Fontaine volt a kedvencem. Na. Én azon már tartok még, úgyhogy inkább elkerülök. Over here, boy. Let's get back to training. Az a baj, az Inazumát még én sem maxoltam ki maximálisan. A Inazumát már megcsináltam teljes egészében a sztoriát, megvan a sztoria, meg ugye volt a kettes... Hogy volt? Segíts ki, emesel most, hogy van a monstátos sztori volt a prológ, és a Liuest volt a Chapter 1, és akkor a Chapter 1-ben voltak az Act 1, 2, 3, 4, és a Inazuma meg a Chapter 2. Úgy emlékszem. Jól emlékszek, jó van akkor. Szóval akkor a Chapter 2, szóval a Inazumás tudszak azok megvoltak, és ugye volt ilyen Act 4. Az is megvolt, nem Act 4 volt, hogy nem is... Nem, igen, Act 4 volt, és ugye az, ami ilyen átvezető volt, úgymond. Ami azzal a néhangú László kedvenc szinkronhangjával lévő karakter. Az a szőkehajú köcsög. Azzal volt egy ilyen kis küldetés, és akkor aztán mehetünk tovább a Sumeruba, és szóval a Sumerunak a sztoriát már elkezdtem. De úgy igazándiból... Az jó. Annyi akt volt már, hogy én őszintén nem követem. Hát azt én kell hiszem. Most már nem csak 3 meg 4 akt van most már van több is. Még hogy nem indul be a chat, ennyit ér a szabad. Hát azt hittem... ennyit ér a szabad, azt mondja. Azt hittem, hogy kevesebb lesz. Azt hittem, hogy mindenki temetőt jár. Ki a kedvencem? Hát a kedvenc szinkron színészed. A Nanami. Kento, a Jujutsu Kaisenből a Nanami Kento szinkronhangja, ez a... Nagyon mélyen beszélő, ez a... Aki úgy beszél konkrétan, mint a belentne tépbe, ez a... Szóval igen, az a gyerek. Ja igen, szóval az az ember. Ha igen, faszon tudja. Én mindig csak csinálom a questeket. Ja? Ennyi. Mondjuk a... A izé fontos egyébként, hogy a...
If you are my son, as you claim, ki az? Én nem ismerem így fel. Van az a szürkehajú, misztikus, természetű, ilyen kék köpenyű karakter, aki csak ezekben a köztes izékben volt. Nem emlékszem a neve. Hogy hívták azt a nagyon misztikus gyereket? Aki nem játszható karakter, jól tudom még. Dainschleife, azaz. Dainschleife, az volt az. Dainschleife, hogy a gecibe kell mondani, azaz. Tudod, Kenjiro a neve, hogy tudja... Na, igen, azaz. Azt elfejtem a nevét egyébként, de igen. Ugyanonnan származik, mint a Paimon. Ja, igen, valami rémlik, ja. Hittok, hogy időben vele volt tele, ezért tudom, mert nem mi hangját. Nagyon jó szinkron hang egyébként, nagyon jó szinkron színész egyébként, tényleg. I hear you. And I will get stronger. 2021-22, amikor nagyon durván nyomtam az animéket, akkor jobban benne voltak, jobban emlékeztem a szinkron színészekre, nevére. Stronger than black and stronger than you. Még mindig csak az izét, ami rémlik nekem a kedvenc szinkron színészem az izé, a Kamiya Hiroshi, az mindig a kedvenc. Azt megjegyeztem annak a nevét, meg a Yuki Kaji az a másik, az meg a izé, a Gergőnek a kedvence, azt hiszem. Mondja a Takahashi Rie, az meg ugyebár a Hu Tao-nak a szinkron színésze, szinkron hangja, ugye az nekem az nagy kedvenc karakter. Mindig olyan main, meg a Mona, szerintem Mona is megvan már. Igaz, hogy még azt hiszem, ha jól emlékszem, 70-es szinten van még, vagy 80-ason? Nem sikerült őt még feltoljam fúra. Erre meg sótó hangja, így van. Pontosan. This man isn't black. De ez viszont már... Ez már black. Semmilyen nem jó, igen. Ki? Vala vagy mi? Kicsoda? Kicsoda nem ér semmit, nem jól semmire, te nyomorult, te áldott lélek, kedves Mona csak a picsája. Ilyet, a Mona az jó support karakter. Jó, nem azt mondom, hogy a legjobb izé karakter egyébként, abszolút nem. Csak a picsája, azt mondja. De a így izé support karakter nem rossz egyébként. Hát ugye lehet így jól kombózni. De nekem azért is lenne jó, mert a catching-el jól lehet egyébként, jól lehetne kombózni. Ugye nekem mindig a catching a másik nagy mainem, az a tökéletes lenne egyébként. Szépen és lassan foglak megölni. Megölek Black. This guy is in black. Istenem. This man is in black. Hú, catching main vagy. Hát, ez pontosabban catching Hu Tao meg Zhongli. Shongli, egy olyan faszomba kéne mondani, meg a Ventit szoktam használni még. Az a érdekes egyébként, hiába van egy csomó karakter, amit felnyitottam már az évek során, de ezek úgy megmaradtak nekem így mainekként. Sokáig az elején úgy volt nekem, hogy a saját karakteremet használtam egy időben, akkor Diluc, Catching, meg a Venti volt, így, és akkor mondja a Dilukot, meg a Catchinget, meg a Ventit, azt nagyon korán már sikerült megszereznem. Akkor utána megszereztem a Zhonglit, és akkor lecseréltem azt a karakteremre. Aztán ugye utána jött a Hu Tao, azt meg leváltottam a Dilukra. És most így állunk. Tehát Hu Tao, Catching, Zhongli és Venti, ez így van most jelenleg nekem, de ez már nagyon régóta ez a felállásom, mert gyakorlatilag ez már nagyon régóta ez. Ez ilyen kirobbanthatatlan ez a négyes nekem. Konkrétan egyedül maximum, ha Monás sikerül felvigyem vizére maxos szintre akkor, és elegendően jó artifaktokkal szerezni hozzá, akkor talán a Venti helyére berakhatnám esetleg. De az a baj, a Venti meg nagyon jó egyébként, az a baj, a Venti az annyira jó, mert
Mert annyira tetszik nekem az, amikor nyomatja az ultiát, és nyomatja azt az íját, és akkor ilyen nagy örvényt, egy ilyen nagy tornádót generál, és akkor így csomóan oda tömörülnek, és akkor mondjuk most csinálsz ami státusz effektet hozzá, küldesz mondjuk valami tüzet, vagy ultával, vagy catchinggel az áramos tudszat, akkor kurva jól tud sebezni, hogy emiatt talán lehet, hogy a Mona nem lenne annyira effektív, nem tudom még. Vagy lehet, hogy váltogatnám, hogy tudja a tököm. Csak hát ugye el kéne kezdem újra, ahhoz, hogy ez énekel lehessen gondolkodni. Basszass meg a... Cuckoo Black-et! Cuckoo Black! This guy is a black! This guy is black! Az gratulálok. Az gratulálok volt! Ne, most én fog megölni engem. És nem. Most egy kicsit pihenőre küldtem az animézést, túl sokat toltam. Azt mondod? Jobb is egyébként, mert nehogy kiég esetleg. Én is ezért túl toltam egy időben, aztán tényleg nagyon nehezen tudom visszahozni azt a feelinges tucot. Na most megyünk át azért-e? Zamasura. Én mikor belekezdtem a gamebe, semmi videót nem néztem, mert nem is tudtam, hogy léteznek, és sokáig nem is tudtam, hogy Travelert nem muszáj használni. Egyébként én is sokáig ezt hittem. Sőt, most jut eszembe, hogy volt nekem egy ilyen korai stádiumos dolgom, de mondjuk az meg, már mondjuk az mindenkinek így volt. Ugye amikor még nem volt meg a catching, meg a venti, meg ezek, akkor azelőtt meg a diluk, akkor még a Traveler mellett a Lizát, meg a Káját használtam, meg ugye az Aimbert, ugye. Ugye mert nyilván ezek voltak ezeket ingyen be tudta szerezni, ez nyilvánvaló, ugye, szerintem ez mindenkinek ez volt az eleje, mert ezeket ingyen megszerezhetted legalább. És ugye utána jöttek ezek, amiket mondtam az előbb. De nem voltak rosszak, egy ideig azért használtam őket. Főleg a Káját egyébként meg... Takkalban! Most beakadtunk be azok láthatatlan fal, vagy most milyen geci van? Azt vágod egyébként, hogy én egyébként váltottam nehézséget most? De nem úgy tűnik egyelőre. Jó, nem látom az eredményeket. Mondjuk most teszem, hogy át lehet-e váltani szerintem Vegetára, nem? Hát vagy nem. Vagy nem lehet. Maxolt ki! Ha meghaltál, hallod? Szerintem meg lesz hútáva a C2 a jövő héten. Tényleg? Nekem azt hiszem még csak... Nekem lehet, hogy csak C1-es még. Ha mi a C2, akkor már azt jelenti bazzak, hogy akkor már háromszor szerezted meg. Én nekem még csak szerintem C1. Én kétszer nyitottam csak ki eddig. Nyilván az új karaktereket nem jutottam már ki egyébként. Még azt hiszem még a Raiden Shogunt azt nyitottam meg, azt hiszem jól emlékszem még az ugyak közül egyedül az izét egyet oldottam csak fel, és nyitottam csak ki, a Scaramouche-ot, hogy hogyan egészébe hívják. A Scarabust, vagy ugye a fasz. A Scarabout-ot. A Scorbut-ot. Lehet csak Kövide Unionnál jön össze a pityi. Exploration-ből összejönne. Aztán legutára a Zomlit megkaptam végre. Az volt neked?
Ja, emlékszem egyébként ezt, hogy a Laci az nagyon sokat szarakodott ezzel, nagyon sokat szenvedett neki, ez nem ez is volt az ongli, hogy megszerezzesse végre. Na hát figyelj, a Lacinak olyan volt az ongli, mint nekem a Mona volt egyébként, mert nekem volt az, hogy a Monát már az elejé óta szerettem volna megszerezni, de konkrétan csak egy ilyen 3 évvel később tudtam megszerezni. 3 évvel, kb. Nem is tudom, ilyen 2022, általán 2 évvel, 2022 vagy 3. Azt nincs időm eszendelni. Hát igen, sok-sok cucc kell hozzá, az a baj. Egyből el kell kezdeni fejleszteni, meg nyomatni a cuccokat. Ez a gond ezzel. Ajaj. Another lamb wishes to be slaughtered. Trunks, why did you? Father! I said, why did you? Zamasu, I'll make you pay for this! And you pay for this! És akkor te nekiállunk be az egyedül harcolni a izével az Zamasu ellen. És tényleg, geci. Hát mi a fasz fogunk érni be azok egy Super Saiyan 2-es, esetleg minimálisan izé God Key-vel rendelkező potential-t állakoló Trunks bazd meg egy fúzionált Zamasuval, geci. Semmit. Megsúgom, semmit. Nyilván a izé a... Nyilván úgy már, hogy a közben a izé, meg a Goku, meg a Vegeta is átsegítette, meg ilyen az, hogy átadta neki az erejét. És az a Spirit Sword-el, vagy mi a szarra, Spirit Bomb-szerű kardba átültetéses biszi-baszival, úgy már egyszerűbb dolga volt. Ütetett a Chad Z Trunks-szal. Hát, ő otthon maradt. Én már nem ér semmit sajnos. Ez már nagyok játéka ez már. Ide nem jó már. De akit nem vártam, az Ningguang volt. Annál felüvöltöttem. Én emlékszem arra, igen. Mert nem dobta, és nekem egy... És az nekem egy 5-star. Igen, beszéltük is egyébként, hogy az... Nem is értettük egyébként, hogy a Ningguang az mi a faszért 4 csillagos, pedig szerintem egy 5 csillagosnak simán elmehetett volna, főleg amit a Inazumás sztoriban csinált egyébként, a sztoriban magába csinált, az alapján egy 5 csillagos is lehetett volna egyébként. Főleg azért is érdekes, mondja, csomó, ugye egy 4 csillagos, és ő sokkal egyszerűbb megszerezni, és mégis a lászolat nagyon nehezére esett. De akkor jól emlékszem, én például még egész sokszor megszereztem. Talán. Nekem Diluc volt a mindenem, aztán kiszedtem a Raident, aztán meg Neuvi lett a baszó. De az már Fontaine-i. Na azt nem vágom, azt a Neuvillettét. Egyedül az abban, hogy nem maradtam ezekre a karakterekre, és nem nagyon vágom, hogy kicsoda. Egyedül a izéket vágom csak is kizárólag az adott régióknak a árkonjait, ugye a isteneit. Ugye ott volt az izé, a Sumeru-ban az a kis csaj, azt mondjuk nem is vágom hirtelen a nevét. Ja, van a Fontaine-ben is egy csaj, aki szintű, hogy a csaja izé, a Nahida. És a Fontaine-ben van egy szintén csaj, azt hiszem az Furinának hívják, azt hiszem. Azt lehet, hogy azt vágom. A Natlan-ban is egy csaj. Mindenes területekben bazd meg izé a csaja izé. Mindenes területben bazd egy csaj az arkon. Geci, nem hiszem el. Egyedül a zombi az egyetlen izé, jó, meg a Venti is. Csak a Venti az meg ilyen trap inkább. Venti inkább trap, mint tényleges férfi, de azt figyeld, ott van az igazi Father Son, volt már Father Son Final Flash, most már Father Son Galigan is. A Natlanban viszont nem tudom, hogy az, hogy hívják azt a csajt egyébként. Aki az arkon. De vagy lehet, hogy az se, lehet, hogy ott se az, ott se ő az arkon, vagy... Hogy nem ő az Arkonot? A mortál! A ningenek ereje!
Mavuika, micsoda neve van. Havason lesz a császár. Az is férfi lesz, tudtom volna. Tényleg? De tényleg gyakorlatilag... Szarica is csaj. Ja. De Geci, ennyi csajt te hallod, nem már. De ugye azért, de most konkrétan a... Én úgy tudom akkor, hogy a Genshinben már csak egyetlen terület van, nem? Ugye már csak az a jeges, krájós terület. Ez van már hátra már csak, nem? Vagy most van még terület? Nincs már több terület. Sneznaja. Ja, az volt az a terület tényleg, valami rémlik. Sneznaja. Meg ugye, azonban már nagyon lemaradtam már. Meg ugye volt valami olyan, ilyen elhíresztelt, valamilyen ilyen legendákban mesélt, vagy olyan ilyen említéseket tettek, csak ilyen pletykákat, hogy létezik valami isteni hely ott az égen, fent valami terület, amit elfejtettem a nevét. Az nem tudom, hogy az a Celestia az, igen, azaz. Arra leszek kíváncsi, az is, hogy az egyszer majd, mondom, egyszer az is majd bejárható lesz majd, egyszer jutunk odáig is. De akkor azt jelenti, hogy figyelj, már nincs másod terület hátra, lassan véget ér a sztori. Lassan vége van az ő Genshinnek. Lassan te kimaxolódik. És akkor azt jelenti, hogy vége lesz a Genshinnek, és elindulhat az anime. Igen, befejezik a UFO Table-ös srácok, befejezik a Demon Slayer-t, mennek a Genshinre abban a pillanatban szerintem. Ez már izé, kátszín az egész. Császtok, minden faszal. Hát szóval az Imó. Imó az konkrétan az megválaszolt előre az, amit akarnánk kérdezni. Hát előre gondolta, hogy azt fogjuk kérdezni az Imótól, hogy mi a helyzet mi újságban, és melyből. Már nem várta meg. Melyből leírta. Minden faszal egyébként. Császok, igen, minden faszolja. Na mi van, Imó, felkészültél nagy izékre? Nagy esti gártik honozásokra? És fábakottél, nem tudsz jönni, akkor gártikozni? Lesz izéd... programod. We are. Nem gondoltam volna egyébként, hogy izé, hogy... Nagyobb a Genshinről fogunk beszélni, bár igazából ilyenkor kell beszélni a Genshinről, amikor még nincsen se a Gergő itt, nincs se itt se a Gergő itt, se az Erbán nincs itt. Meg az igazi Genshin utálók, Genshin tagadók nincsenek itt, akkor kell beszélni róla bele, beszélni erről. Úgyhogy jó időpontot választottunk egyébként a Genshinről beszélésre egyébként. És még csak harcolni kell egyet, egy kicsit még vele. Ezen a fúzon ez a Zamatsuval, de hát nyilván valószínűleg azért is, mert azért sok időnk azért nem nagyon volt. Te tudtam, te retardált. Szóval örülök ennek egyébként. Hát ha esetleg ezzel újra visszajönne a kedvem, de az a baj, tényleg annyira túltomta, annyira keményen nyomtam azt a Genshint, ha ott, hogy tényleg meg kicsit meguntam, de ugye most már az a gond egyébként a Genshinnél nekem, hogy eljutottunk már ahhoz a ponthoz, ami ilyen MMORPG és probléma gyakorlatilag. MMORPG és gyermekbetegség, gratulálok, ez nagyon jó volt. Gyermekbetegség mi szerint az, hogy egyszerűen mert annyi tartalom van benne, hogy egyszerűen nem tudom már, hogy hova szarjak. Hát hova nézzek már egyszerűen. Nem tudom már, hogy mit csináljak. Mert annyi dolog van már benne egyszerűen, hogy ez a bőség zavar miatt egyszerűen így megrekedek. Úgy néz ki, igen, sajna. Na jó van, fám. Majd legközelebb. Még lesz rá alkalom még. Let me your energy.
Menepülj már annyit! És pont nem tudtam berakni a kurva életbe! Final Flash! És beadta! Kivédte! És meghalt, készállok hülyéket írni, rajzolni. Ti hogy vagytok? Meg vagyunk, nóbátja. Meg voltak a szokásos kötelező dolgok. Megkaptuk tépiant. Az jó. Mi a fasz? Még kaptam meg a tépiant. Na jó van. És... sok bír lenni a content egyszer, amit is felvettem, hogy kezdjem. Pontot. Egy akontot. Kb. Egy éve én menedzselem, most értem vele a Fountain-i kezdtet. Azért akkor azt hiszem is rossz akkor, akkor Tommy elég jól elvitte. Elég sokáig. Ugye még az elején azért volt jobb belekezdeni, mert akkor még csak a Monstat volt, meg a Liyue volt. Persze most jut, hogy persze lenni fog. Mély fókusz az Arkonkra ezt, és akkor halad szendesen. Hát igen, csak ugye ott is vannak a alkalmak, hogy itt vannak ilyen erők, ilyen követelmények, hogy esetleg izé, hogy a szintet kell megfelelő szinttel tudod megszerezni, és akkor ott másokat és más dolgokat is kell csinálni. Ugye vannak olyan követelmények, hogy meg kell csinálni egy küldetést, meg kell csinálni egy küldetést, és akkor azzal tudod megcsinálni. Lehet skippelni. Mi a fal? Az igen. Hát a Redbird helyett, hogy már minden open. Hát igen, jó, mondjuk az oké. Okay. Nem emlékszem még az elején, hogy 7-8 szintet is kellett lépni ahhoz, hogy baszki egy sztorival tudjál haladni. A Monsterti küldetés és a Liyue-es küldetések között például egy csomó szintet kellett lépni, ha jól emlékszem. De egyébként nem tudom, hogy te hogy vagy be, de szerintem ha már nem tudom, hogy azóta lett egyébként növelve, de ha már ilyen sok karakter, meg ilyen sok új terület van, meg ilyen sok minden, akkor már nem menne érdemlegesebb, meg jobb, hogyha már kofognák, és az adventure rankot is emelnék egy kicsit, bazzed, mert mindig azt hiszem, még mindig 60 a max, vagy már nem annyi. Mindig 60 a max, bazzed, meg még mindig a karakter, max karakter level a 90, és szerintem lehetne több egyébként. Alex rám van állam, most hát tudod észre az a vár. Alex rám van állam, azt mondja. Ez igen, egyből nyomja a Genshin streamet. Mi? Most komoly! Ne basszál már ki velem, hogy elkezdték Genshin streamen, akkor nagyon izé, úristen! Hát akkor konkrétan izé, akkor... inkognitóba sem, óvatosan csinál, mert meglátja a Gerrit, hogy az erbe, akkor fú, akkor nagyon... akkor tudom, mi fog történni, atom lerobban. Azt itt olyan a Genshin-t. Keci, anya max, de a world level-t emelték 9-re. Ja, a world level-t. Hát de mennyi, de... hát de ez a baj, hogyha a world level-t emelték 9-re, akkor meg... az a baj, ez még rosszabb, hogyha még a magát a karakter szinteket meg nem emelték, na mindegy. Kitagadnak a szigmáktól, hát szerintem már biztos. Azt mondom már nekem egyébként, hogy a Dragon Ball-os karakterek, a férfi karakterek nagyon jól meg vannak csinálva, gyakorlatilag igazi anime hülyen meg vannak csinálva. Nézd meg Vegetát, hogy milyen jó, több érzelem van benne, mennyi érzelem van a tekintetébe. És ott van, és akkor itt van ez a Bulma, ez hogy javaszom?
Mint abban azért két különálló játékot néznék egyébként. Hogy lehet konkrétan a női karaktereket ilyen ocsmány szarul megcsinálni? Hát hogy néz ki? Hát azért, mint hogyha két külön ember csinálta volna, bazzeg, két külön csapat csinálta volna a férfi karaktereket, meg a női karaktereket. Oké, bazzeg, a Bulma nem lesz jelenítható karakter, és semmi is azért nem használ egyáltalán, de hát azért ennyire szarul megcsinálni a szemét. Bazzeg, mint egy játékbaba, olyan azért, úgy néz ki. Ha lehet az enemy level 100, rútok jobbak, bosszoltok minimum 3 a mat drop. Az igen. Mondjuk ez nem rossz. Hát csak hogy az enemy-k level 100-asak, te meg maradsz level 90, az mondjuk az egy derék. Az mondjuk azért szopi tud lenni. Stay here and train, és akkor És akkor ez tudom mit jelent. Ezt mondjuk, na ezt viszont láttam egyébként. Igen, amit azt elfelejtettem válaszolni, azt, hogy láttam az üzenetet, elfelejtettem leválaszolni. Nem néztem meg a vatifeket egyébként streamen kívül, esetleg streambe gondoltam esetleg, hogyha lesz rá idő persze. Because I have to be able to protect my world from anything. No matter what it takes. És ezt láttam egyébként, hogy konkrétan van ilyen lehetőség, baszki, a Trunks itt marad és konkrétan a Tournament of Power-be harcolni fog. Amikor még 20 szint különbség sem látszik meg. Á, de itt ebben a Genshin-ben meglátszik, az a baj. Most pár 80-as évekbeli amerikai rajzfilmben szemelhetek föl egy pár színen Massacre review után. 80-as évekbeli amerikai rajzfilmmel. Az abból milyenek vannak? Az abból azt hiszem, még inkább nem vágom. Of course not. No matter the timeline, this place is your home and your thanks, mom. Okay, köszike. I promise that isn't that that this place isn't about black. Ez a hely nem lesz black. Annyit biztosan mondhatni fogok, hogy ebben a helyen nem lesznek blackek. Kiírtam az összes blacket. Ez a streamének a neve a válaszol, megyünk valahova. Megyünk valahova, azt mondja. Hát ez kiért. Igazi csoda. És akkor tényleg itt lesz a jövő a tornamentben. Nerbályek kitagadnak, igen. Na jó van akkor. Hát szerintem a László ezek után nagy bajba fogsz kerülni. Most már lehetne már Super Saiyan Blue, ha már esetleg elmenne a tournamentbe, a Trunks, akkor már meg lehetne csinálni azt, hogy esetleg át tudna alakulni Super Saiyan Blue-vá a Trunks. A kis isteni aurát egyből el tudná érni. Azt hiszem átalakult azért. Super Saiyan Blue-ra. Super Saiyan God, Super Saiyan. Lopni például. Megyünk valahova. Megyünk lopni. Lopni, megyünk lopni. A Transformers G1, amit érdekesség az első képi oda. De már itt van közben a Piccolo. Hard to picture Gohan as a martial arts instructor. This will be a good chance to hone any demon-style techniques. Itt is több fasza tudni egyébként, hogy igazából, hogy a... Itt is nehezen lehet egyébként észrevenni. De hogy például az, hogy... Piccolo és Vegeta-nek ugyanaz a szinkron hangja, azért az nem rossz. És egyébként nem is tűnik egyébként annyira fel. Majd jól megcsinálja a... Ah, jó, megcsinálja konkrétan a szinkron színész. Te kis túró, Rudi! Hát, szevasz, Gergely! Hát milyen helyzet? Megjártátok a nagy temetőket? Meg volt minden fontos óvintézkedés? Felkészültél a nagy esti Gártik fonozásokra, mert este Gártik fon lesz. Látod egyébként, hogy ez a László mit jó streamel? Kedvenc játékod a streamer a László.
Én a helyedbe oda mennék. Ott van. Kent a mozifilmben hal meg, és a három évad végén visszatér. Második után Optimus meghal. Ajaj. Úgy, mint a filmben. Második filmben meghal, de a második film végén meg fel kell. Hadd streamelje. Hát de ez a kedvenc, ez a legjobb játék. Pazd meg! Azt a kurva hallod. Elkezd streamelni a László, hallod? Elkezd streamelni a László, és egyből a lackóhún. Egyből oda megy, egyforra megy a lackón, egyből. Jéééé, ezer, jó, hát akkor egyből jövő. És fogod a következő adás, majd a Bazsi is jönni fog, mert Bazsi volt, és egyből oda jön. Ej, úristen, Genshin, eddig a látló, ez lesz majd egyből. A nyomorultak megérkeznek hirtelen. Az meg. Na ezért nem Genshin ezek. Egyben megjönnek a degenek. A lackó humbaz meg a izé, majd a Bazsivol. Milyen érdekes, hogy már a izé az a Bazsivolfnak az a nagy izéje moderátorat, már nem is nagyon látom ott nála. Azt a nagyon kedvenc emberünket. Biztos emlékszel még rá, Gergő, arra Lucára, hogy hirtek? Lucának hirtek? Azon sokat... Pucát, hogy puca vagy luca-puca, faszom tudja, azon sokat rögtünk az emberen. Azon a csajon. Az meg. Azt úgy emlékeztem, hogy azt nem... Nem is kellett, vagy nem is lehetett tizelni. Menni vele, vagy most... nem is láttam mostanában nála. Úgyhogy nem nagyon szoktam gyakran menni a Bazsi Wolfhoz, de... Mintha... Ja, lehetséges, hogy izé miatt, vagy a difficult miatt lehet nem engedt tovább. De leszarom akkor. Hogy leszarom. Én felfogása betárcsádos internet szint volt. Hát az biztos. Meg a beszélstílusa is. Nagyon jó volt egyébként, igazi élmény volt. It went to my own world. És elbúcsúzik a kis Trunksocska. Megy haza. És ennyi volt a Trunks story. Ennyi volt a Trunks story.